A Rokokó Rozé 2010-ben alakult hosszú hetény gyökerekkel rendelkező pécsi együttes. Dalaik finom elegyét képezik az alter, az etno és az indie rocknak, melyet átitat a hegedűvel megtámogatott népzenei hangulat. Zenéjükben megtalálható könnyed témák, mindemellett néha mélyebb dimenziókba is elviszik hallgatóságukat. A 17. Ördögkatlan Fesztiválon hozták a megszokott sikert. A Rokokó Rozé most már sok-sok éve állandó vendége az Ördögkatlannak, meg egyébként Pécs és környéki rendezvényeken, meg Budapesten is szoktunk fellépni. Hát azt mondom, hogy alternatív zenét játszunk, magyar nyelvű saját dalokat, inkább melankólikus, de azért vannak könnyedebb számok is. Saját szerzeményeikből 12 dalt adtak elő. Ilyen volt például a Békétlen világ is, ami nemrég jelent meg. A nagy kérdés, hogy ezek a lányok vajon hogyan verbúválódtak össze? Milyen ismeretség szálak kötik össze őket? Hatan vagyunk, többen rokoni kapcsolatban is, és egyébként iskolában is együtt jártunk, meg hosszú hetényből származunk többen, úgyhogy ez volt így a közös pont. Előbb voltunk barátok, és igazából lázadásként kezdtük ezt el pont a fiúkkal szembe, de most már ez nem annyira meghatározó számunkra, csak így maradt. Mindannyian tanultak komoly zenét, és szeretik a népzenét is. Gyerekkori kedvencük a Beatles, pécsiként pedig egyértelműen hatott rájuk a Kis Pál és a Borz, valamint a 30Y. A női együttes pécsi, valamint budapesti klubkoncertjeik mellett olyan fesztiválok fellépője is volt, mint a Pécsi Egyetemi Napok, az EFOT, a Művészetek Völgye, az Ördögkatlan Fesztivál és a Sziget Fesztivál. Az együttes bemutatkozott már a 30Y és a Nem Juci előzenekaraként, valamint koncertezett Olaszországban, Szlovákiában és Lengyelországban is.